Jóisten éltesse sokáig. Hát ne sokáig. Ne, hát azért. Ne sokáig, ne. Ez már éppen elég. Csak ha engedje meg, hogy ezt átjújtsam a város. Itt boldogan fogadom, köszönöm szépen. Isten éltesse. Láthatóan tetszett az alpolgármester ajándéka Szekeres Györgynének, az asszony kerek 90. születésnapjára kapta a virágcsokrot és a miniszterelnöki köszöntőlevelet. Magdi néni 1929. február 22-én született Budapesten, a fővárosban nőtt fel, kereskedelmi iskolát végzett, dolgozott a postatakaréknál, az ott töltött évek legkedvesebb emlékét még ma is őrzi. Megszöktünk a fiúkkal. Volt két jazzzongorista, akinek nem volt állása, ez 1947-ben volt, 48-ban volt. És akkor fölmentünk a tárgyalóterembe, és olyan bulit vágtunk, hogy az nem igaz. Paksra néhány éve költözött, jelenleg lánya családjánál él, 2 gyermeke, 5 unokája és 6 dédunokája is van. Születésnapját családi körben töltötte a hétvégén, még a családi buli előtt Magdi néni az ünnepi menüt várta a legjobban. Lesz a kedvenc kajám. Melyik az? Haha, süllő. Imádom, nagyon szeretem. Süllőt mondom, utána csinálhatsz, amit akarsz. Csak az legyen. A város vezetője hosszasan elbeszélgetett Magdi nénivel, az alpolgármester szerint az ünnepeltel való találkozás nagyon fontos. Ki kell használni egy ilyen kisvárosnak a lehetőségeit, itt elég kevesen vagyunk ahhoz, hogy ezeket nyomon lehessen követni, és szinte itt azért mindenki ismer mindenkit. Én nem tudok úgy elmenni itt egy élelmiszerboltba, hogy ne találkozzak 3-4 ismerőssel, közben is ne kell köszönni. Úgyhogy ez ugyanilyen... Nyomon követjük, hogy kik azok, akik tényleg szép kort megéltek, és akkor azokat felköszöntjük, amikor a születésnapjuk van, ilyen kerek évfordulókkor.